Sziasztok! Az Árcalon Társalgó Galériában vagyunk Kovács Kitti kiállításában. Kovács Kitti vagyok. Amiből a világ lesz című kiállításon november 12-ig megtekinthető. Gál József festőművész vagyok. Kitti kiállítását ajánlom. Amíg nyitva van, gyertek és nézzétek meg. Szeretettel köszöntök mindenkit innen az Árcalon Társalgó Galériából, a nappali kiterjesztett valóságából. A falakon körben Kovács Kitti, amiből a világ lesz címet viselő kiállításának darabjai láthatóak. Mikor először találkoztam Kitti képeivel, az szúrt szemet, hogy nem hordozzák a lineáris gondolkodás alapvetéseiből fakadó jellegzetességeket, inkább olyanok, mint egy szőttes élmények és tapasztalatok lenyomataiból. Mondhatjuk, hogy festékbe zárja a folyóidőt, és a folyóidőben megtapasztalt érzéseket transformálja tulajdonképpen időtlenné. A megélések egymásra rakódó rétegeit támasztja rá tulajdonképpen a válaszok technikája is, ami számomra egy olyan érzés, hogy az emlékezésből fakadó szubjektivitást ezzel kifejezetten meg tudja erősíteni. A saját énjében találtak be, enged be minket ezeken a képeken keresztül, és ezek a képek, mint egy kapuk, sohasem a valóságos térben létezők, hanem mindegyik valamiféle átjáró tudatállapotok között. Akinek elég szabad a lelke, hogy a Kitti által talált, kinyitott, nyitva hagyott kapukon át belépjen oda, ahová vezetnek, egy-egy különleges belső utazás élményével gazdagodhatnak. Kitti képei így válnak tulajdonképpen nagyon személyessé, miközben ő igazándiból csak az átjárókat mutatja meg a tudatállapotok között. Ahhoz, hogy mert nagyon nagy bátorságot kell gyűjteni, hogy az utazás, a transformáció során azt is felfedezzük és magunkba engedjük, amit Kitti a képek mögött, a kapuk mögött elrejtett nekünk. És ha már tudatállapot változások, a mai találkozó különleges voltát jelzi, hogy a regresszió-progresszió címet viseli, és annak ellenére rendhagyónak tekinthető, hogy itt a galériában azért nem ritka jelenség, hogy mester és tanítványa egyszerre vannak jelen. A helyszínünk tehát Kovács Kitti, amiből a világ lesz című kiállítása, beszélgető partnereim Kovács Kitti és mestere Gál József festő, grafikus, szobrász, művészetíró, egyetemi docens, többszörös díjazott, hadd ne soroljam tovább. Köszönöm szépen. Sziasztok, köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. És hozzátszegezünk az első kérdést, ha nem haragszol, mert akár a 2000-es suma, akár a hagyomány és átváltozás kötetek azért eléggé megtorpantják, gyakran megbotránkoztatják adott esetben a képzőművészeti kánont egy szempontból, ami a fejlődés értelmezése a te írásaidban, vagy akár a munkáidban. És bár Kitti meg te a számomra, vagy legalábbis én úgy érzékelem, hogy ugyanabból a viszonyrendszerből táplálkoznak a kérdéseitek, és ugyanabból a forrásból próbáltak meg hiteles válaszokat találni. Azért nagyon érdekes lett a kérdés, hogy milyen érzés a hajdani tanítvány kiállításában állni. Hát igen, először is visszakérdeznék, persze nem kérdezek vissza, hogy van-e ugye fejlődés elméletem, vagy a fejlődés tagadása. Hát én változást érzek mindig. Természetesen a fejlődés az úgy a maga a praxis, a techné, mármint a festészet, de ha belegondolunk, a leglényegesebb az, hogy már eredendően létezik egy olyan hajlam, vagy egy olyan fajta centrum, vagy egy olyan fajta érzés, ami megadja a karakterét egy művésznek. Na most Kittinél is van egy hármasság, ami sokszor összeegyeztethetetlen. Az egyik az atmoszférikus, a másik az, hogy most mennyire biomorf, mennyire élő, és a harmadik az meg, hogy mennyire tárgyas, vagyis a konkrétum, maga a képtest. És ezen a kiállításon is jól bizonyítható, hogy ez a három irányultság, az egyik az atmoszférikusság, ami akarva akaratlanul még a legtárgyasabb képeknél is előbukkan,
vagy ugye van olyan, hogy palimpszest címmel, amikor a dupla csavar van, mert az ember ránéz, és akkor eszébe jut az a fajta rétegzettség, mint a kódexlapokon, de mégis ott van az atmoszférikus tér. És itt ez nagyon, de nagyon érdekes, hogy a konkrét, az atmoszféra, és ugye mondtam ezt az organikusságot, itt az organikusság, ez nem csak arról szól, hogy biomorf, mert a Kittynek volt olyan korszaka, és a némelyi képnél még nagyon jól érezhető, hogy olyan kalligrafikus, vagy olyan fajta jelek vannak, ami egyszerre anyagi, és ennek ellenére meg nagyon éteri, vagy nagyon atmoszférikus, mármint lebegő, amikor a különböző transzparensek megjelennek, és a legkonkrétabb munkáknál is, ami nagyon anyagszerű, mégiscsak előjön egyfajta lebegés, fátylak, lenyomatok. Most utána, ha az ember közelebb megy, akkor hirtelen ez az anyagszerűség elkezd uralkodni. Na most a festészetben, főleg az európai festészetben ez az anyagszerűség, ugye a nemes impasto, ami már Rembrandtnál, meg a tenebrizmus, karavacsizmusnál megjelenik, Franz Halsznál, Velázqueznél lehetne sorolni, ami felértékelődik a 19. század végén, akár is lehetne Delacroix-tól kezdve sorolni, hogy egyre vaskosabban, ez az impasto, ez egyre inkább anyagszerűvé válik, ugye, és a modernizmusban természetesen ott megjelenik a konkrétság, maga az anyagszerűség. És itt vannak ezek az ingázások, vagy pulzálások, vagy lehet sokféleképp nevezni, hogy hol a fejlődés, amikor ezen a kiállításon is a kisképeknél majdnem, hogy atmoszférikus tájképzetek vannak. A nagyképeknél vannak fátlak és konkrét tárgyasságok, és utána van egyfajta, akármennyire furcsa lenyomatok ezek, amelyek ilyen különböző szűrőkön keresztül így tárgyasulva, mint egy monotípiánál lenyomatszerűek, némelyiknél megjelenik mégiscsak egyfajta kalligrafikus, organikus játék. Például az a palimpszest sorozatnál is nagyon jól érzékelhető, hogy a különböző gesztusok, és szerintem nem véletlenül ez a címe, hogy néha valami furcsa írásjelek, vagy olyan jellegű dolgok jelennek meg, amikor a kettősség, hogy lehet, hogy tájképzed, de lehet, hogy tényleg csak olyan rétegek, ahol a különböző írások, ahogy elegyednek, keverednek, és lényegében megfejthetetlen. Szerintem ezek a metaforikus címek erről is szólnak, hogy valójában eltávolodunk attól a valóságtól, csak itt van ez a másik kérdés, hogy itt nem mimetikus leképzés. Én azt érzem, hogy a Kittynél eredendően annyira erős volt ez a fajta átalakítás, hogy még azt is idézőjelbe kell tenni, hogy a valóság átalakítása, hanem a valóság megközelítése a saját eszközével. Ez egy fordított helyzet. És itt lehetne vitatkozni, hogy ez a didaktikus képzés, hogy mondjuk a tehéntől a négyzetig, vagy kockáig, vagy az egyéb, amit úgy megszoktunk, hogy a modernista művész hogyan jut el az abstrakcióig. Ugye már azt is mondhatjuk, hogy már eljutottunk egy bizonyos abstrakcióig, de már nincs az a kihívás, mint a modernizmusban, mert itt látunk fátlakat, transzparenciát, közben meg anyagokat látunk, akkor lenyomatokat, néha még olyan bizonytalan állapotokat is, hogy a gesztus elval egy rácsozatban, mert nagyon jól látni, hogy nem elég, hogy a gesztusok ilyen nagyon ilyen polarizált állapotban vannak, plusz még egy szűrőn keresztül olyan lenyomatok, amikor még azt is lehet mondani, mintha meg akarna a kézjettől szabadulni az alkotó, mármint Kitty. És itt van egy ilyen furcsaság, hogy a gesztus, a lenyomat, az, hogy kilépünk abból, hogy talán még arról is lehetne beszélni, hogy lehet, hogy olyan erős a személyi karakter, az egyéniség, hogy mintha egy olyan játék lenne, hogy meddig tudok elmenni. Persze ezek mind csak képzetek, amiket én is mondok, hogy egyfajta olvasat. Meddig tudok elmenni, hogy lehet, hogy a régi gesztusrendszert, amit eddig csináltam, azt hogyan lehet a különböző szűrőkön keresztül kicsit, még kiismerem mondani, úgy neutralizálni, ugye most nagyon aktuális ez a kiállítás, a viszonyítási pontokat keresünk, például fönn a Várban a Gerhard Richter kiállítás, ahol éppen arról van szó, hogy egy olyan művész, aki lényegében konceptuális,
de amellett mégis festészetet művel, mert hogyha végignézzük azt a képet, akkor kiállítást és a képsorozatokat, mindegy, hogy fotorealista, absztrakt, vagy ott is vannak olyan jellegű dolgok, ahol ilyen nagy simítóval, ilyen gumiraklival, meg egyéb más eszközökkel egyszerűen ilyen lehúzásokat készít a Richter, és ott is az van, hogy az irányított véletlen, ami nagyon fontos, akkor az, hogy a művész is rácsodálkozik arra, hogy kidolgoz egy módszert, egy metodikát, egyfajta nyomhagyást a képen, és utána a véletlen és annak kontrollálásából áll össze egy kép. Én azt érzem, hogy akkor befejezett ez a fajta alkotói módszer, alkotási módszer, amikor a művész eldönti, hogy valami ilyesmit akartam, vagy legalábbis ilyen képzeteim voltak, vagy hasonló prekoncepció. De még merem azt mondani, hogy biztos, hogy alkotás közben ezek folyamatosan módosulnak. És akkor van egy ilyen nyitott állapotban lévő mű, ugye Umberto Eco-nak főleg ez inkább ilyen irodalmi művészet történeti, vagy az ókori görög stílusra, meg egyébre, hogy mi az, hogy nyitott mű. Persze, hogy ez is egy ilyen késő modernista felfogás, de hogyha belegondolunk, úgy a digitális technikánál is, épp a technikai szűrők által, és nem akarok belemenni abba, hogy tudattalanul, vagy akár tudatosan, ezt nem tudom, ez Kitty titka, hogy ez az úgynevezett posztdigitalizmus, mármint az, hogy léjerek, rétegek, különböző dolgok, hogy hogyan jelentkeznek, ha az ember tiltakozik ellene, akkor is átfolyik tudattalanul az emberbe. Szóval annyira benne élünk ebben, hogy teljesen fölösleges tiltakozni ez ellen. Köszönöm szépen! Kitty, igazándiból nagyon érdekel engem, hogy ugye itt már szó esett a léjerekről, a különböző rétegekről, és hogy a különböző életszerepeid, meg a létállapotaid, amik ugye nyilván időben nagyon nagy távolságokat képesek átölelni, ugyanakkor párhuzamosan is jelen lehetnek, illetve lehetnek pillanatszerű váltások benne. Hogyan jelenik meg ez a képeiden? Én úgy érzem, hogy abszolút jelen vannak, és a másik pedig, hogy mindig ennyire tudatosan és nagyon figyelmesen reflektáltál-e magadra, mint itt ezekben a képekben, vagy pedig ez egy ilyen újszerű és menet közben alakult ki nálad ez a tulajdonképpen ez a sok kreatívség és ez az önreflexív, meg nyilvánulási forma. Igen, tehát hogy egy ilyen állandó önvizsgálatot tudok szóba hozni. Én egy ilyen karakter vagyok. Szerintem ez így évek munkája, hogy folyamatosan kritizálom, elemzem önmagam. Ezek a rétegek is nyilván, és ezek egyfajta, ezt többször is már említettem, hogy emlékrétegek, tehát hogy ezt így jól sejted, és ezek az emlékrétegek, amik így a múltban megjelennek, ezeket jelenítem meg. Úgy is el tudnám ezt képzelni, vagy úgy is már megfogalmaztam magamba, hogyha minden ember előhív egy emléket magában, azok ugyanúgy elhomályosodnak, eltűnnek, vagy átalakulnak. A munkamódszerem is valahogy így működik, ezek a lekaparás, rápakolás. És hogy mennyire befejezett egy munka, ezt szerintem így a Jutsuhoz nagyon jól rátapintott a lényegre, hogy lehet benne az embernek a külső befogadó számára egy olyan érzés, hogy engedem, hogy teret kapjon, és hogy maga befejezze. Ennek nagyon örülök, de én nem tudok úgy kiállítani egy munkát, hogy amíg én nem azt érzem azt a pontot, azt a határvonalat, hogy innentől kezdve nem szabad belenyúlnom. Köszönöm szépen! Ugye
óriási felelősség valahol ez a fajta ilyen önreflexív létállapot, vagy létmód, vagy megközelítés, mert hogy ugye nyilván akármit is találsz, legyen az a legapróbb, akkor ugye onnantól fogva azért felelősséggel is tartozol, ugye? Tehát, hogyha már egyszer tudatosítottad, és gyakran belegondoltam, és főleg ahogy így a képeket nézegettem, ugye már többször körbejártam őket, hogy nagyon sok betegséget hordozunk mi emberek, pusztán azért, mert hogy egyszerűen nem merjük, nem akarjuk, nem vagyunk hajlandók felvállalni az érzéseinket. És hát azért ezek a képek, és különösen, ha még sétálunk is egy kicsit, azért óriási nagy érzéseket éppen úgy hordoznak, mint akár a legapróbbakat is, hogy nyilván, hogy nem így az életmetrében, a napi rutintól kezdve, ugye a csúcsérményeken át minden megjelenik. Amikor ezeket megfogalmazom, olyankor is alakulnak még ezek az emlékek, vagy ezek a benyomások, vagy ott már próbálod inkább tisztán megőrizni őket, és azt a vászonra vinni. Szerintem már jelen vannak. Nyilván mindenképp teljesen máshogy működik, de én úgy gondolom, hogy megvan egy pont, egy határ, egy olyan pontos elképzelésem, hogy mit szeretnék elérni, hogy nagyon-nagyon kismértékben változik. Tehát nem hat már vissza rád az adott dolognak a kéki megjelenítése. De persze, beleért. Tehát, hogyha úgy érted, hogy visszajönnek-e azok az érzések, vagy emlékek, erre gondoltál? Igen, egyrészt erre, a másik pedig az, hogy amikor készül maga a kép, igen. Ugye, aminek nyilván van egy koncepciója, egy tartalmi kerete, amit szeretnél megfogalmazni, hogy amikor készül a kép, akkor módosít még ezen a tartalmon belül benned a készülőkép? Igen, mondhatjuk ezt, igen. Én ezt azért tartottam érdekesnek, hogy különösen ennél a kéknél ugye nagyon látszik, hogy egy kicsit itt távolabb megyek, akkor ugye különösen, hogy mint hogyha más tájon járnánk az egyes részein. Nyilván van egy koncepció, ami így tök jól átjön, de hogyha is szeleteket kihasítok belőle, akkor azért teljesen más és más. Ugye a sötét és a világos játéka, illetve itt egy faktúrában is megjelenik egy teljesen más kiüt a kép többi részéből. Igen, ez a részegész tudnám megfogalmazni, hogy a különböző részek láncolata hogy hozza össze egy egészbe. Talán igen, ez a sorozatom, ami a legjobban egyébként számomra egy kicsit ilyen szétesett jellegű, és nagyon nehéz volt az egyben tartása. Mondhatáskor is. Igazán, szerintem ezzel azért mindannyian megküzdünk, hogy előveszünk valamit ugye magunkból, amivel dolgozunk, most az teljesen mindegy, hogy milyen céllal tulajdonképpen, és azért de közben jelen is vagyunk, tehát közben ugye zajlik az életet, tehát az folyó idő, ugye, az jelen van. Van itt egy kép, ami nekem ilyen nagyon nagy kedvencem, és végtelenül intenzív, és nagyon szeretném, hogyha erről mesélnél nekem egy kicsikét, mert ebben én már mindent láttam. Igen, ez egyébként a Palimpszest sorozatnak az első darabja. Amit a Jocó mondott, a levelés, ez a levitáció, ez szerintem ez az, ami a legerősebben talán megfogalmazza. Egyébként volt is a korábbi munkáimnak címe ez a levitáció. Nagyon furcsa viszonyom van ezzel a témakörrel, hogy ez a felszállás
És a közben ez az állandó jelenlét. És valószínűleg ez egy paradoxon ennél a képnél. Mert hogy legalábbis számomra egy ilyen nagyon erősen földhöz ragadt, és közben egy ilyen illékony létállapotot mutat be számomra. Van egy buddhista irányzat, ez a Huayan, aminek az egyik ilyen szimbóluma az Indra hálója, és annyira eszembe jutott egyébként, amikor így igazániból vizsgáltam nyilván mind a kettőtöknek az alkotói munkásságát is, és ugye az Indra hálója az igazániból ugye a lényege az, hogy tulajdonképpen ilyen tükörfényes gömbök egymástól nagyjából ilyen azonos távolságra esnek, és ezek a kis tükröződő labdák betöltik az egész teret. És akkor ugye nyilván, aki mondjuk ebből egyet tanulmányoztál, hogy erre így oda szánja magát, az végül is mindegyikről tudni fog mindent. És ahogy ezt így végig gondoltam, először is az jutott eszembe, hogy talán a címben inkább úgy fogalmaznék, hogy amiből a világ van. És ezek után a másik pedig még, ami eszembe jutott, hogy az individuum jelentősége a munkásságodban, a munkásságotokban, hogy érzékelek benne egyfajta kettőséget, és azért is hoztam ide ezt az Indra hálóját, mert hogy egyszerre érzem azt, hogy vagy megfigyelője önmagadnak, tehát hogy a megfigyelés tárgyává teszed saját magadat, és ugyanakkor ezzel párhuzamosan vagy ugye a megfigyelt, tehát a megfigyelő és a megfigyelt egyszerre, és egy olyasfajta tudáskeresést érzékelek ebben, ami általában az emberről is szól. Tehát, hogy amikor már képileg megjelennek ezek a dolgok, akkor az már ismét így túl nyúlik rajta, hiába, hogy belülről fakad az a tudás, amit megszereztél. Hát ez az elengedés, igen, hogy onnantól kezdve nem csak saját magam. Így van, igen. De én egyébként inkább valahogy azt mondanám, hogy ez a cím most már, hogy egyre többet így szóba kerül, nekem egy kicsit ilyen körforgás jellege van. Egy ilyen véget nem érő idő háló folyam, de ilyesmit teszem róla. És a kérdés még annyi, hogy mondtad az elengedést. Amikor megfested a képet, akkor azokat az érzéseket el is engeded? Vagy magaddal viszed őket? Nem feltétlenül. Vagy átformálod őket? Vagy transformálva viszed őket tovább? Vagy egyszerűen csak beteszed a közösbe? Mindegyik. Egyébként nekem érdekelne a jó szó a véleményed, mert hogy mondtad, hogy ez a kép. Igen, érdekes ez az Indra hálója, hogy én ezt a vajanggal kapcsolatban említettem, és a dönőszféle rizomikus mostani filozófiával hasonlítottam. Milyen érdekes, hogy sok ezer éve, hogy ez az Indra hálója, ez valójában ez egy olyan, hogy belül minden üres, de tükröződik, vagyis hogy az egyéniség, mint olyan, az még azt is lehet mondani, hogy ez egy olyan komplex szitásában egységes vízió, szinte mindegy, hogy hit vagy filozófia, vagy lét felfogás, hogy amikor beszélgettünk a fejlődésről, hogy lehet, hogy ahogy mindenki e körül forgolódik, és itt nagyon érdekes, hogy amikor a képek önmagukban kezdenek létezni, kikerülnek a műteremből, akkor ugyanúgy, ahogy költői kép ez az Indra hálója, ugyanúgy költői, és itt van az, hogy nem verbalizálható, ezt közben kell vetni, hogy itt nem arról az, ugye most magyarázunk, és közben itt verbalizálhatatlan impulzusok érik az ember, és ugye az Indra hálójánál is az van, hogy az lényegében képzett, vagy ő, mint a számszára, az is egy ilyen
egy ilyen, hogy az illúzió, ugye, hogy a másikban látjuk önmagunkat, de valójában az annyira kölcsönös, hogy ez tipikusan az ősi indiai hindu doktrinákról szól, hogy valójában az magának akkor beültessek, vagyis az ego feloldódik, és talán a legeslegfontosabb, ez egy olyan fajta költészet, ami úgy önkiíró, vagyis hogy majdnem, hogy persze kontrollálva van, de valójában önmagából is jön létre, vagyis ez lehet, hogy itt van összefüggés az intrahálójával, hogy itt nem az egóról van szó, itt nem arról van szó, hogy én most mit éreztem, hogy fáj a gyomrom, a lábam, vagy most a lelkem, hogy sajok, vagy egyebek, hanem ez már egy olyan szinten mozog, hogy az a fajta egyénre szabott, individuális léten túl van. Most tudom, hogy nagyon sarkítva mondok olyasmit, amit még lehet, hogy a Kitti is tiltakozna, de itt tényleg egy olyan elmond, most gondoljuk bele, hogy a modernizmusban eljutottak az üres vászonig, a monokróm, reduktív, majdnem, hogy a semmi, vagy csak van az üres vászon, minden a szuprematizmus után ugye jön az üres monokróm kép, vagy az, amikor már a vászlat is meg akarják szüntetni, és helyette betesznek egy olyan idomot, ami akár betonból kiöntve, vagy egyebek. És visszatérve az Indra hálója, hogy ott van az a pulzálás, amit az előbb is mondtam, vagy Inga, hogy hol az illúzió, és hol van a valóság. És ilyen értelemben ez az, amit magyarázhatunk, de ilyen értelemben a képek médiummá válnak. És bocsánat, itt már nem is igazából az alkotóról van szó, amikor leválik egy kép, hanem hogy egyáltalán megfejteni azt a dolgot, és ez ugyanúgy, mint egy mandala, a meditáció tárgya lehet. Most a mandala az természetesen nagyon kanonizált, tiszta formák hagyománya van, természetesen ez egy sok, ez meg tükrözi a mostani lét mandalánkat, ugye, amikor van bizonytalanság, ingadozás, polarizáltság, szétszórtság, tömörödés, rétegzettség, lebegés, lehetne sorolni, ami a mostani létállapot, amire mondják, hogy dinamikus, meg áramlás, meg flow, meg sok egyéb, de az embernek tud irányítani. Vagyis hogy benne van az is, hogy amikor beszéltem a véletlenről, meg sok mindenről, hogy a keleti doktrinák szerint ott van lemondás, egyszerűsítés, aszkézis, csupaszítás, én kioltása, és lehetne sorolni azokat a különböző célokat vagy ideákat, ami a sok évezredes, hogy mondjam, megoldást adott arra, hogy azokat a kaotikus, őrült feszültségeket, meg agressziót, meg nem tudom milyen érzelmeket, ami azt lenyugtatni. Na most én érzek egy olyan fajta hangulatot is, és ez nagyon fontos, hogy nincsenek expresszív színek direkt módon. Vagyis, hogy egy ilyen visszafogott, rejtett komplementerek azért vannak, de sokszor ott van az üresség, a vászon üressége, vagy a rétegek által egy lebegő összetettség, utána az úgy el is így van, mint a pára. Hogyha ezt a képet nézzük, akkor érezzük azt, hogy az ember gondol sok mindenre. Van, aki mondjuk most ilyen párás, esős, őszjel és tél, akkor lehet, hogy ő arra az atmoszférára gondol, amikor egy ilyen kicsit ilyen, hogy a steril világ az hogyan lesz, akár, bocsánat, már ez is akár, és akár fertőzötté, vagy az, amikor valaki, szóval van, aki lehet, hogy rosszul érzi magát, amikor egy ilyen képen néz, mert az is benne van, hogy az is egy terápia lehet, hogy például van a modernizmusban, amikor mondtam rá, van egy sterilizációs mánia, hogy nem tudom, hogy fejezzük ki. Egy ilyen neutralizálni, és mindent így kioltani, és helyette itt meg egy visszafordítás van, hogy az organikusság, a különböző rétegek, sok egyéb. Szóval ez az én egyik olvasatom, és épp azért jó a Kittinek a munkája. Nyilván ezernyi interpretációt el lehet képzelni, bár én mondom azt, hogy azért vannak olyan törvényszerűségek, hogy azon a kereten belül kell, hogy mozogjon mindenképpen, ami én úgy gondolom, hogy az alkotó szándéka is, és nem is kell tudni az alkotónak, én is csak beszélek,
asszociálok sok mindenre, és pont erről van szó. Hogy ez egy nyitott művek, és nem a befejezetlenség által, ha már Umberto Eco-ról beszélek, hanem az értelmezés nyitottsága is benne van. Hát mert akárhogy is veszük, ezek absztrakt képek. Az, hogy különböző dolgokra asszociálunk, az már az a mi ellenmunkánk valójában, meg az érzelmi tónusok, amelyek előjönnek. Nyilvánvalóan ez kicsit olyan, hogy van a kép, mint bázis, és akkor ezen viszont kialakulhat. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm nektek, hogy elfogadtátok a meghívást, és beszélgető partnereimről szegődtetek itt a galériában. Mindenkinek ajánlom, hogy látogasson meg Kitty kiállítását, és vállalja föl ezeket a belső utazásokat, amik a képek lehetővé tesznek a számára. Jövő héten találkozunk. Sziasztok!